Felkészült a térre a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. A cég dolgozóit és a munkagépeit is szakszerűen felkészítette a zord időjárásra. A Kft. az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 24 órás ügyeletet tart, a havazás kezdetétől pedig pár percen belül az utakon teremnek a munkagépek. Hótolók és traktorok ezekkel a munkagépekkel várják az idei telet a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft-nél. A cég már mind a hat munkagépet felkészítette a térre. Elvégezték a szükséges karbantartásokat, a járművek pedig már csak a riasztásra várnak. Tóth István, a KFT igazgatója elmondta, hogy havazáskor először a forgalmas főutakat tisztítják meg, és utána következnek a kisebb kertvárosi utcák. Az igazgató a lakosság türelmét kéri, ugyanis a kevésbé forgalmas utakra a kollégái csak később tudnak kimenni. Nem biztos, hogy 10 percen belül ott vagyunk mindenki előtt, azért ezt a, a lakosok jóva tudják, és a tavalyihoz hasonlóan ugyanúgy kérjük a lakosság segítségét, a járdákat maguk előtt, ahogyan az a rendeletben le van írva. Úgy kérjük, hogy, hogy segítség munkánkat, mert mi egyedül nem vagyunk képesek egyszer útat, járdát takarítani. A cég az idei évben vásárolt egy kisebb méretű hótolót is, amit a járdák takarítására fognak majd használni. A nagyforgalmú utakat a három nagy traktor tisztítja majd, míg a járdák és kerékpárutak takarítása a másik három kisebb gép feladata lesz. A só és homok készleteket is feltöltötték, összesen 35 tonna szóróanyag áll rendelkezésükre.